Az idei polgármester választás kampánya igazán mozgalmas volt városunkban. A négy személy közül végül dr. Filvig Géza, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt Kalocsa Jövőért Egyesület jelöltje szerezte meg ezt a mandátumot. Egy intenzív választási kampányon vagyunk túl, ami örömteli volt, az embereket nagyon-nagyon érdekelte a választás, nagyon-nagyon érdekli a közélet, nagyon sokan véleményt is mondtak. Erős csapatok indultak, azt gondolom, és ami az izgalmas volt ebben, hogy nem lehetett tudni, hogy melyik csapat lesz erős, ki fog nyerni, milyen arányba. Ez is egy szép kihívás volt ebben, és ezúttal is szeretném megköszönni a kalocsai lakosoknak ezt az erős felhatalmazást, amit kaptunk. Dr. Filvig Géza mellett a csapata is igen sikeresen szerepelt az önkormányzati választáson, hiszen a 8 egyéni választókerületből 7-ben szereztek mandátumot a Fidesz-KDNP-KIL jelöltjei. Nagyon örömteli volt számomra, hogy mindenki a kampányban azt hirdette, hogy a városért szeretne dolgozni, és lokálpatriót, és fogjunk össze, mi is ezt akarjuk. Az érzékelhető volt, hogy az elmúlt 5 évhez képest a lakosság más szeretne Kalocsán, más az elképzelés, és azt gondolom, hogy emiatt is mi kaptuk a legnagyobb támogatást. Egy képviselő jelöltünk, Szigeti Tamás, nem tudott eredményes lenni a körzetébe. Tamásnak meg is szeretném ezúttal is köszönni a munkáját. Ő egy nagyon agilis, nagyon aktív, nagyon jól felkészült fiatal szakember. Erős volt nagyon az ellenfele Király Róbert személyében, és a Robi győzött, mindegy 11 szavazattal. Mint megtudtuk, az új polgármesterünk a következő napokban inkább csak tájékozódik a feladatokkal kapcsolatban. Jelenleg az előkészítése zajlik annak a kemény munkának, ami rá vár. Tegnap este nagyon jól esett, 10:30-kor Szijjártó Péter felhívott és gratulált. Nyilván ő vele is újra felveszem a kapcsolatot. Mindent indítunk, minden programot indítunk, hogy vonzóvárossá váljunk, és amit meghirdettünk, ugye a nyugdíjasok valódi igazi megbecsülése, az karácsonyra várható nekik, hogy egy 5000 forinttal tudjuk ezt az önkormányzati támogatást 5000 forintra tudjuk emelni. Folyamatosan mindent kezdünk. Viszont a polgármester hangsúlyozta, hogy nem kíván kapkodni, mindent átalakítani vagy átszervezni, hiszen kész együttműködni a mostani kollégákkal és intézményvezetőkkel az összehangolt munka sikeres eredményéért. Ha nincs ellenfél, nincsenek ellendrukkerek, akkor nem tudunk eredményesek lenni. És bízom abban, hogy a közeljövőben ők is azt fogják mondani, hogy igen, én nem a Filvig Gézát és az ő csapatát választottam, de örülök neki, hogy ők a városvezetők, és érdemesek erre, és meg fog változni a véleményük, erre fogok törekedni.